Slavia Ljubljana sem jelentett akadályt. Pénteken a Csíkszereda elleni nehezen kivívott győzelem után a második mérkőzésen jóval magabiztosabb játékot bemutatva 3-0-ás győzelemmel hangolt az utolsó mérkőzésre a Dab Dokler. A mérkőzést Kis Ákos értékelte. A győzelem az elég nehezen született, egy elég kellemetlen csapattal játszottunk, de a végén aztán azért megmutattuk, hogy azért tudunk győzni, biztosan. Van most egy kis hullámvölgy, pont a legrosszabbkor jött, ez minden szezonban van. Nálunk pont most van, de hála Istennek annak ellenére azért hajtunk, csináljuk amennyire tudunk. Ez tényleg minden csapatnál van ilyen, nálunk most jött el. A fizikai és mentális kimerültség ellenére nincs megállás. Ma a tornán eddig 100%-os teljesítményt nyújtó Craiova Krakow lesz az ellenfél. Ők egy igen komolyan védekező csapat, nagyon fegyelmezett, nagyon együtt vannak végig, ahogy így nézem a tornán, nagyon jó szurkolókkal. Azt gondolom, holnap egy nagyon hangulatos, remélem jó mérkőzést játszunk, és remélem, hogy győzni tudunk. Mi hazamegyünk, alszunk, és készülünk a holnapi mérkőzésre. Más nem tudunk csinálni ilyenkor, csak ezt lehet. Igaz, nehéz ilyenkor, amikor még az emberben benne van a meccs heve, és tudja, hogy holnap is játszik, nehéz ilyenkor pihenni, rendesen kipihenni magad. De hát muszáj, holnap egy új nap van, ugyanez a program, mint ma, végig kell csinálni, és este be kell bizonyítani, hogy ezen a tornán, vagy ezen a kupán mi vagyunk a legjobban. Ma este a Dab Dokler ellenfele a Craiova Krakow lesz. A mérkőzés 19:15-kor kezdődik.